Hello, az én nevem Martin Krupinski, Krakóban dolgozó fogorvos vagyok. Ma a cementációs protokollokról szeretnék beszélni, illetve arról, hogy miért van szükség egyes egyszerűsítésre. Egyre több és újabb, jobb és jobb anyagokat fejlesztenek ki az indirekt restaurációkhoz, kompozit blokkokat, újabb és újabb üvegkerámiákat, és ahhoz, hogy jó anyagokat válasszunk ki, ahhoz igen nehéz döntést kell hoznunk. De ami még nehezebbé teszi ezt a döntési folyamatot, azt, hogy legalább ugyanilyen sokszínű a különböző rögzítő cementek választéka is. Hogyan kell őket pontosan használni, hogyan válasszuk ki őket. Szeretnék egyszerű eljárásokat mutatni, illetve egyszerű útvonalakat ahhoz, hogy elkerüljük a hibákat ebben a választásban. Először is kezdjük azzal, hogy mire van szükségünk egy fogászati rögzítő cementről. Restaurációs anyagot választunk, úgyhogy ez inkább a posterior területen lesz jó választás. Fontos, hogy savas körülmények között kioldódásra hajlamos, de sokkal kevésbé, mint az üveginomert cementek. Tehát refluxos páciensek esetében használható ugyan ez a cement, de számolni kell némi kioldódással, de sokkal kevésbé, mint az üveginomernél. Ajánljuk ezeket a cementeket koronák, főleg alacsony retencióval rendelkező koronák rögzítésére, exponált dentin, illetve vitális pulpával rendelkező fogaknál, elsődlegesen cirkonium alapú korona anyagok rögzítésénél ajánlható. Ez a legegyszerűbb protokoll alapján alkalmazható rögzítő cement a restaurációk esetében. Fontos megemlíteni, hogyha kompozit rezin cementtel szeretnénk rögzíteni a vertiprepes fogra a cirkon restaurációnkat, akkor nem biztos, hogy ez a legjobb megoldás lesz, hiszen a szubgingiválissá sűjesztett szélnél nem lehet megoldani a megfelelő nedvességkontrollt. Üvegkerámia koronák esetében ez a legjobb esztétikai megoldást és a legjobb adhéziót nyújtja, vagy kívánja, például ebben az esetben kompozit cementeket használtunk. Kompozit rezin cementek legnagyobb előnye az a szín módosíthatósága. Gyakorlatilag az esztétikai kívánalmaknak megfelelően választhatunk különböző színű kompozit rögzítő cementekből, amelyek befolyásolhatják a végeredményünket. Nagyon fontos kiemelni, hogy bármilyen jellegű nedvességre rendkívül érzékenyek ezek a kompozit cementek, akár csak a kompozit restaurációs anyagok. Tökéletes izolálást kell biztosítanunk azért, hogy mindenféle nedvességtől mentes legyen az operációs terület. Általában ezt a B3-as Brinker kapcsot, B3, illetve B2